A korintusiakhoz írott első leveléből veszik. Ugyanúgy az első részben találjuk megírva, a 18. verstől kezdve olvasom az igét, és a 24. verset is. Tehát Pál apostolnak a Korintus betegült írott leveléből olvasunk igét az esteli alkalomra, úgy, ahogy az első részben találjuk megírva. A 18. verstől kezdve olvasom az igét, és a 24. verset is felolvasom. Szeretett kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Sok kedves arc van előttem, mindenkié kedves. Néhányotokat ismerek, másokat majd ezután fogok megismerni. Remélem, hogy mindannyian ott leszünk az Isten országában, és ott lesz időnk megismerkedni azokkal is, akiket ezen a földön nem ismertünk közelebbről. Azt is hallottam, hogy több felekezetből is jelen vagytok, és nagyon örülök neki. A Kulcsár Éri szavalatáron azt hallottuk, hogy lehet, hogy sokféle vélekedés van, lehet sok minden sokféle, de hitünk meg Istenünk csak egy van, és ez valóban. Így van. Ugyanis testvéreim, az Isten országában nem csak baptisták lesznek, nem csak reformátusok lesznek, nem csak katolikusok lesznek, és még sorolhatnám, hanem minden felekezetből lesznek képviselők. Ugyanis felekezet nagyon sok van, de gyülekezet csak egy. Az a gyülekezet, aminek láthatatlanok a határai, az a gyülekezet a kihívottaknak a közössége, akiket Isten az ő beszédével kihívott ebből a világból, és az a beszéd hatalmas, mert miközben szól az Isten beszéde, vannak, akik megfelelőképpen hallják és válaszolnak rá, másoknak elzúg a fülük mellett, semmiféle választ nem adnak rá. Az első verse a felolvasott igének nagyon sok információt takar, és ezt a problémát is érinti, mondom még egyszer. Mert a keresztül szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, Károli szerint, akik megtartatunk, az újfordítás szerint, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Testvéreim, sok információ van ebben a versben. Szó van róla, hogy lesznek egyesek, akik kárhozatba jutnak, akik elvesznek. Aztán lesznek mások, akik üdvözülnek, akik megtartatnak. És a megtartatásnak a legfontosabb eszköze az Isten beszéde. Az az ige, amit ezen az estén is hirdetünk. Ugyanis testvéreim, Isten gondot fordított arra, hogy minden, ami történt az Ószövetségben, a választott népnek az életében, és minden, ami történt az Új Szövetségben, a Jézus Krisztus által létrehozott gyülekezet életében, és az ő fiának az életében, aki a csúcsa az Isten kijelentésének, az pontosan le legyen jegyezve a Szentírásban. A múltkorában beszélgettem egy technikai zsenivel, aki nagyon nagy koponya, de a tudása és az intelligenciája nem terjed túl az ember által, úgy, ahogy olvastuk itt. Nézzük csak, hol a bölcs, hol az írás tudó, hol a világvitázója, nem de bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége által nem ismerte meg Isten. Ez a technikai zseni, ez is a saját bölcsessége által nem ismeri meg Isten, pedig testvérem a saját eszközeivel csillagvizsgálót is épített. Méghozzá olyat, ami egy csillagot is tud fényképezni, mert az órát kapcsolt hozzá, és az óramutató járásával, megegyező formában ugyanazt a pontját pásztázza a teremtett égnek, és 24 órán keresztül képes figyelni ugyanazt a pontot. Látjátok, testvéreim? Hiába a zsenialitás, hiába az embernek az esze, hiába hatol be a tudományával a csillagok közé, és kutatja azt mindenféle emberi formában és emberi eszközzel, semmiféleképpen nem jut el a hitre. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, akik bemegyünk az Isten országába, nekünk az Isten ereje. Egy serdülőket összesítő osztályban az egyik fiatal ember, miután megnézte Mel Gibsonnak a Passió című filmét, a vallás során jött hozzám, és azt mondta nekem, hogy
Nem teszik meg haragudni, ha mondok valamit a Mel Gibson filmjével kapcsolatban? Szerintem ebben a filmben túl sok a vér, túl sok az erőszak. Miért kell ezt ilyen csúnyán tálalni a világban? És akkor azt mondtam, fiam, nem csak veled van nekem problémám ezzel a filmmel kapcsolatban, mondja csak hangosan az osztályról, hogy hallja mindenki, beszélhessük meg ezt a problémát, mondhatjátok nyugodtan, én vitatkozni szeretnék veletek, szeretnélek meggyőzni valamiről. Semmiféleképpen nem ítélkezni akarok a vélekedésetek felé. Mi az, hogy sok a vérben? Pont ti mondjátok ezt? Akik nem néztek meg egy filmet, ha nincs benne öt halott minden másodpercben? Pont ti mondjátok ezt, akik a horrort szeretitek, akik azt szeretitek, ha bokáig lehet gázolni a vérben? Ti pont ezt a filmet kifogásoljátok, hogy túlságosan véres? Mel Gibson nagyon is jól látta meg a lényeget. Jézus Krisztus szenvedés történetében a pokol testvéreink minden fegyvertárának az összes arzenálját felvonultatta arra, hogy bírná rá Jézust, hogy lázadjon fel ő is az Atya ellen, hogy hívja segítségül a mennyei seregeket, ahogy mondta Jézus a Péter vakdalkozásánál, amikor kirántotta a kardot és levágta Málkusnak a fülét, azt mondja, mit gondolsz te? Nem adna nekem az én atyám akár 12 sereg angyalt is, ha kérném tőle? De akkor hogyan teljesedne be az írás? Majd mindjárt látni fogjuk, amikor a keresztet úgy vizsgáljuk, mint az Isten bölcsességét, hogy csodálkozzunk rajta, vajon Istennek hányféle bölcsessége koncentrálódott ebbe a sokat vitatott keresztbe. És akkor azt mondtam a fiúnak, megnyugtattam, fiam. De folytatta tovább. Ne tessék haragudni, én végignéztem a filmet, de engem egy kicsit hidegen van. Nem is értem, mire való volt ez a sok vég, meg mire való volt ez a sok szenvedés. Én nem érzem, hogy nekem szükségem lett volna erre a fajta megváltóra. Megnyugtattam, hogy nem csak te vagy így egyedül, hanem ezen a világon még nagyon sokan vannak, akik bolondságban tartják a keresztet. Ezen a világon nagyon sokan voltak, azt mondja Pál apostol, a görögök, meg az akkori zsidók, azok is, az egyiknek bolondság volt a kereszt, a másiknak meg botránkozás volt a kereszt. Mert a zsidók azt gondolták, hogy mikor eljön a Mesiás, akkor jogart fog a kezeibe, és átveszi az uralmat. Ehelyett egy nyomorult nádpálcát kapott, amit a fejéhez vertek. A zsidók azt gondolták, hogy amikor eljön a Mesiás, akkor királyi Balástot ölt magára. Ehhez egy nyomorult, durva katonai köpenyt adtak rá, azt is gúnyból. Nem kellett nekik egy ilyen messiás, egy ilyen felkent. Botránkozásukra lett a keresztes lényeg. Arra gondoltak, hogy amikor eljön a messiás, az gyönyörűséges koronát kap a fejére, és ehhez egy tövis koszorút kapott, ami kivérezte a homlokát. Ilyen messiás nekik nem kellett. Botránkozás volt a zsidóknak. Ilyen messiás a zsidóknak. Hát mire menjenek egy ilyen messiás? Testvéreim, az egy dolog volt, hogy virágvasárnapkor Jézus Krisztusnak a népszerűsége a csúcson volt, és hatalmas tömeg várta bent a városban, hatalmas tömeg kísérte, és hatalmas tömeg gyülekezett össze, akik azt mondták, nem tudjátok, vajon itt lesz a Mester, feljön erre az ünnepre, szeretnénk látni, mert hatalmas híre volt már. Az egy dolog, hogy gyülekezett a tömeg, de a kiábrándulás után, a keresztrefeszítés után még mindig maradtak olyanok, akik nem csalódtak benne azért, mert nádpálcát kapott a kezébe, azért, mert katonai köpenyt adtak rá a palást helyett, és azért, mert a gyémántal kivert korona helyett tövis koronát kapott, nem csalódtak benne, hanem a Golgotánál gyülekezett egy másik csapat, akinek a leszármazottai ti is vagytok, ha hisztek az Isten beszédében. Ha nektek nem bolondság a keresztről való beszéd, és én azon leszek ezen az estén, hogy Isten gyönyörű bölcsességét mutassam be nektek, vajon hányféle gondolat összpontosult Isten gondolataiból, az ő zsenialitásából, az ő út végére mehetetlen bölcsességéből a keresztben, hogy koncentrálódott az Isten bölcsessége, hadd csodálkozzunk ma együtt ezen a dolgon, testvéreim. Azért, hogy ne annak a fiúnak higgyünk, aki azt mondja, hogy ő nem érzi, hogy neki szüksége lenne erre a szenvedésre, erre a történetre, a megváltásnak erre a megbotránkoztató formájára.
Egyáltalán testvéreim, ki mondja azt meg, hogy mi a bolondság? Ki mondja meg, hogy mi a bolondság? A világ? Az emberek? Azok, akiket ti irigyeltek a sok pénzükért? A hírnevükért? A kacsarában forgó palutáikért? Az autóikért? Vagy ki fogja megmondani, hogy mi a bolondság és mi az okosság? Mi az igazság? Tavaly kezdtem kutatni ezt a dolgot, és az idén még csak rondott a helyzet. A nyugati országokban, főleg Németországban annyira elöregedett a társadalom, hogy egyszerűen, akik nyugdíjba mentek, ugye a nyugdíjkorhatár az elég magas, de az életkor is magas, mert van pénzük gyógyszerre, stb. Mindenféleképpen szociálisabb a politika, mint nálunk, a pénz miatt, és tovább élnek az emberek. És testvéreim, odaért a német társadalom, a többi nyugati is, de a német az kirívó eset, odaért a német társadalom, hogy most nem nagyon vannak fiatalok, akik dolgozzanak, hogy az öregek legyen honnan szedjék a nyugdíjat. Tudjátok miért? Mert az általatok irigyelt, meg az általam irigyelt, ha ugyan irigyeltek, remélem nem, én sem. A sokak által irigyelt német társadalom elkezdett kutyákat, macskákat, aranyhörcsögöket, krokodilokat, meg mit tudom, micsodákat nevelni. Gyermekek helyett! Ezt csináltam. Hát ez a társadalom mondja meg nekem, hogy a kereszt bolondság, vagy okosság, vagy bölcsesség. Ez a világ mondja meg, hogy mi a boldog, mi a bolondság, és mi a bölcsesség, testvéreim. De menjünk tovább. Be kellett hozzanak egy csomó muzulmánt, aki dolgozzon náluk, fiatalok. Az erre valósiakat nem akarták, mert gondolták, túl okosok lesznek, és veszélyesek. Hoztak muzulmánok, akik most már többen vannak, mint egy millió olyan, és egyre többen vannak, egyre agresszívebbek. És azokban a mecsetekben, amiket a nagy pluralizmus jegyében felépíthettek a német társadalomban, azokban egyre inkább gyújtó igehirdetéseket hirdetnek azok a muszlim papok, akik egy részét kint töltik az életüknek, egy részét itthon. És lázítják a bentlevőket arra, hogy nyugodtan rakják körbe magukat bombákkal, és robbantsák fel ezt az istentelen pogányvilágot, mert ezek bennünket azoknak tartanak. Testvéreim, a világon néhány évvel ezelőtti statisztika, most csak rosszabb a helyzet. 40 ezernél több gyermek hal meg naponta éjjel. És 100 millió, Románia lakossága 5-ször. Annyi fekszik le éhen minden este, annyi gyermek, éhen. Az egész világon meg lehetne szüntetni az éhezést évi 18 milliárd dollárral. Tudjátok, mennyibe kerül az egész világon a haladó társadalom, a nyugati társadalom, meg a kelet, meg mindenki, ahol van egy kis pénz, ahol megengedhetik maguknak, hogy kutya meg macska eledelt vásároljanak. Tudjátok, mennyibe kerül? Több, mint 18 milliárd dollár. Vagyis azzal a pénzzel, amit a kutyára, meg a macskára költenek, azzal meg lehetne szüntetni a világon az éhezést. Hát mondjátok meg már, normális ez a világ, vagy bolond? Egy bolond világ mondja meg nekem, hogy a keresztről való beszéd az ugyan bolondság? Meg botránkozás? Hát mi hát a bölcsesség, azt mondja Pál apostol, hol van a világnak a vitázója? Hol van a világnak a bölcse? Hát nem bolondsággá tette az Isten az embernek a bölcsességét? Azt a fajta bölcsességet, ami által nem tud eljutni Istenig, nem tudja megismerni? Nem kéne semmit csináljon, csak olvassa az igét és higgye el, hogy itt van az Isten bölcsesség. Nem szeretném bántani a gyülekezetünknek, az egybe gyűlteknek a női tagjait. Ez a nyomorult világ a kozmetikumokra is sokkal többet költ, mint amivel meg lehetne szüntetni az éhezést ezen az egész világon. Hál' Istennek azokra, akik az Isten gyülekezetébe járnak, nem jellemző, hogy túlságosan vakolják magukat. Meg lehetne szüntetni az éhezést, testvéreim, ha nem költenének annyi bolondságra, annyi kozmetikumra. Menjetek el a nagy áruházakba, és nézzétek meg az illatszer osztályokat, főleg ott, ahol a parfümöket árulják, lelakatolva. Egyetlen szerence, vagy egyetlen üveg parfüm, micsoda őrült összegbe kerül. De ezek nem is a legdrágább. Kint Amerikában láttam olyan adat, hogy még imogott a lábam, amikor elolvastam az áruházat, utána nem jól látom. És testvérem, ezeket veszik, ezeket pancsolják, ezeket csinálják, és közben telket vásárolnak a boldog maguknak. Na mondjátok meg, bolond hát ez a világban normális?
Ez a világ akarja megmondani nekem, hogy a keresztről való beszéd bolondság. Hát persze, hogy bolondság, annak aki elvész. Azt mondja Pál apostol. Annak bolondság. De annak, aki megtartatik, aki túl akar nézni mindazon, ami látszik ezen a világon, a látható valóságot nem fogadja el, hanem a dolgok mögé akar nézni. Akarja látni a dolgoknak az indítékait, aki elkezd gondolkodni. Tudjátok testvérem, a gondolkodás az súnya mesterség, elváraszti az agyat. És nagyon sokan nem szeretnek gondolkodni. Hanem mikor hazamennek, beülnek a televízió elébe, és hagyják, hogy más gondolkodjon. Odaadják az agyukat, meg a szemüket, meg a fülüket, és az befolyásolja őket. Hát hogy tudna, mondjátok meg nekem, hogy tudna Isten a úgynevezett keresztény világgal foglalkozni, holott ez nem csinál semmit, csak leül szépen, nézi a katuját, oda mered rá, több óra hosszán keresztül, nem kell gondolkozzon, nem kell törni a fejét semmit, ott mindent megkap, készen, belenyomják a szájába, töltik bele töltsére, csupán a magáévá kell tegye. Hogy gondolkodni? Nehéz. Pál apostol meg azt mondja, testvéreim, hogy csakis a gondolkodás az igazi gondolkodás, mert az ember úgy teremtette meg, hogy tudjon gondolkodni. Azt mondja Pál apostol a római levélben, a teremtett dolgoknak, azt, amit Isten teremtett, a teremtett dolgoknak az értelmes vizsgálata alapján lehet következtetni arra, hogy ez nem magától van, hanem egy teremtő elme hozta létre, egy tervező mérnök hozta létre, valaki ezt kigondolta és megalkotta. Mondjatok itt nekem, testvérem, mi, akik az Isten képe vagyunk ezen a világon. Mondjatok nekem itt egy dolgot, bármit, amit az ember hozott létre. Olyat mutassatok nekem, ami nem először az értelemben jött létre. Először, aki ezt a szószéket megalkotta, ki kellett gondolja. Mielőtt a látható valóságban megjelent, azelőtt az immateriális, a gondolati világban kellett egy asztalosnak a fejében megszülessen a gondolat. Aki ezt a mikrofont megalkotta, aki bármit megalkotott a világon, aki a World Trade Center-t megtervezte, amit leromboltak annak idején, szeptember 11-én. Azt is valaki kigondolta, testvéreim. Senki nem tudja, hogy mi lakik neked a fejedben. Lehet, hogy holnap megvalósul, ami ott van a fejedben. De először mindenképpen minden, ami csak megvalósult ezen a világon, az ott kellett legyen az Isten képére teremtett embernek a fejében. Márpedig gondolat csak ott születhet, ahol értelem van. Ezért mondhatjuk nyilván, ezt az egész univerzumot, ezt a gyönyörűen felépített kozmoszt, ezt nem lehet elképzelni csak akkor, ha ennek a gondolata először egy örökkévaló értelemben kellett megfogadjon. Ezért van Isten örökkévaló, és minden dolognak a kezdete benne van. Ő az origója, ő a kezdéspontja mindennek, mert ő volt az, aki mindent kitalált, és azután pedig kiadta a parancsot. És mivel a saját képére teremtett meg bennünket, mi a környező világot a saját gondolataink alapján át tudjuk formálni. Na akkor most vizsgáljuk meg, testvéreim, hogy vajon Pál apostol hogyan állítja és miért mondja, hogy a keresztről szóló beszéd az bölcsesség, Isten bölcsessége, és sok irányú bölcsessége Istennek koncentrálódik ebben a sokat vitatott, ahogy mondtam az előbb keresztben. Először is nézzük meg, testvéreim, hogy hogyan mutatja be nekünk a kereszt a következő dolgokat? A teremtett embernek az átmentését a halálon szolgálja a kereszt, azután. Isten igazságosságát mutatja a kereszt, a bűn természetét mutatja a kereszt, megmutatja, hogy hogyan számolt le Isten a bűnnel ebben a világban, és Isten szeretetét mutatja a kereszt ebben a világban és az örökkévalóságban. Kezdjük az elsővel. Vajon Isten a kereszt által hogyan menekíti át a földre teremtett emberiséget az ő országába? Nem mindenkit, csak azokat, akik hallgatják az ő beszédét, a keresztről szóló beszédet, és nem tartják bolondságnak, hanem elindulnak az Isten által jelzett irányba. És Isten ezt az irányt, testvéreim, úgy mutatta meg nekünk, nem csak kinyújtotta a kezét, nem csak az ő beszédével jelezte, hogy merre kell menjünk, hanem az ő fiát elengedte előttünk. Nekünk csak követni kell őt. Ettől leszünk keresztények. Nem attól, hogy megkereszteltek bennünket. Semmi köze hozzá. Attól leszünk krisztiánusok, keresztények, ha megyünk a Jézus Krisztus lábnyomán, ha megyünk utána, mert ő elment előttünk, mutatva az irányt, megszabva az irányt, és megadva a lehetőséget arra, hogy beléphessünk az Isten országába. Na lássuk, hogy tette ezt meg Isten a keresztben. Testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy a halálban ketté válik a test a lélektől. Vannak, akik azt mondják, hogy
nem hisznek a lélekben, semmi baj, azok kell higgyenek valami másban. Azt mondta nekem egyszer az egyik nagyocska diák, azt hiszem érettségizett éppen, hogy hogy lehet bebizonyítani, hogy az embernek van lelke. Mondtam neki, hogy sehogy. Én neked nem tudom bebizonyítani, hogy az embernek van lelke. Ha te belekötsz ebbe a szóba. De be tudom neked bizonyítani, hogy miközben felemelem a kezem, és rákoncentrálok arra, hogy most meg akarom fogni a mikrofont, közben kell legyen bennem egy program, ami dolgozik, hogy tudja mozgatni az én ujjaimat, meg a kezemet, hogy tudjak járni, tudjak mozogni, mint ahogy a robotokban is kell legyen egy program, amik a gyárban ott dolgoznak, forgatják a masinákat, festik, fúrják, stb. Azokban is van egy program, én bennem is kell legyen egy program, ami mozgat engem, ami lehetővé teszi, hogy gesztikuláljak, hogy beszéljek, hogy ide menjek, oda menjek, helyet változtassak, és a többi dolgozzak, gondolkodjak az agyam is. Na most, ha te ennek nem szereted azt a szót, hogy lélek, adjál te neki egy nevet. Mondhatod, ha akarod azt neki, hogy dinnye, amit te akarsz, azt mondjál. De valami van az emberben, ami az egész embert élővé teszi, ami mozgatja, ami befolyásolja. Van benne egy program, én azt mondom, ha te nem hiszed el, hogy lélek, ne higgy el, mondjad, aminek akarod. Nem bánom, ha világos kertnek nevezed, de el kell ismerjed, hogy az emberben van valami, ami nem materiális, mert ha felszabdalod az embert, nem találod meg benne a programot sehol, de akkor is benne van. Miért a CD-n megtaláljátok a programot, ami rajta van? De hogy találjátok meg? Összetűnt, ledarálhatod, a mágdarálod, akkor se találod meg benne. De tedd csak bele a helyére. Tedd csak bele a kompjúterhoz, meglátod, hogy ott van a program, dolgozik. Na így dolgozik bennünk is az a program, amit Isten írt valamikor bele az emberbe. Ő írta bele ezt a programot az emberbe. Ez dolgozik bennem. Na a halálban ez elválik a testtől. A halálban ez elválik a testtől. Igen ám? De én vagyok az Isten főműve, mert te! Mi vagyunk az ő főművei, mert senkit nem teremtett az ő képére és hasonlatosságára, egyedül csak az ember. És nem mond le az emberről, mert szereti az ember. Megtehette volna testvéreim, hogy végkeztetek? Na Ádám meg Éva, levelet. Másik Ádám meg Éva, azzal is oda jutott volna. Ez se sikerült, hozom a következőt, Isten nem így gondolt. Hanem azt mondta, ő előre látta. Nem azt az Ádámot látta, aki elbukott, hanem azt az Ádámot látta, aki az első Ádámnak a leszármazottja lesz, és egy Mária nevezetű asszonyon keresztül jön be ebbe a világba, az lesz a második Ádám, mert nem lesz benne a vírus, a gonoszságra való hajlandóság, de földi eredetű lesz, folytatása lesz az igazi emberi életnek, és azt mondta, már akkor, mikor a sátán elbuktatta az első ember. Te most olyan nagyra vagy magaddal. Mert elbuktattad az én főművemet, az én képemet. Én meg megmutatom neked, hogy hiába szeded össze minden erődet, meg energiádat, meg minden fegyveredet, mert az asszony fogja megszülni azt a valakit, aki neked széttapossa a fejedet. Isten már akkor megmondta a bűnösetkor a sátánnak. Emlékeztek, ott van az első napokon a Bibliában. Azt mondta, ellenségeskedés szerzek te közötted. Meg az ember között, meg az embernek a leszármazottja között. És az asszonynak a magva, az asszony leszármazottja lesz az, aki téged elintéz egyszer és mindenkorra. Pedig te aztán mindent elkövetsz majd, hogy a magad oldalára állítsd még azt is, a második Ádámot, aki Jézus Krisztus. Most testvéreim, a kereszt azért csodálatos első szempontból, amit most vizsgálunk ezen az estén, mert Isten ezen a kereszten, az ő keresztre hozta el az ő fiát, akit elpusztított a gonoszság, és ezt a testet, amire vigyázni kellett, emlékezzetek vissza, nem akarok kitérni rá, mert akkor 12 óra most a fejezünk. Emlékezzetek erre a testre, hogy vigyázott Isten? Amikor ennek a testnek az előképe, a páskabárány, az Egyiptomból való szabaduláskor, kimondatott a törvény, hogy hogy kell a páskabárányt elfogyasztani. Isten már akkor megmondta, a páskabárány csak előképe lesz az igazi báránynak, az Isten bárányának, aki meg fog halni. Vigyázni kell, a csontját nem szabad összetörni, és a húsát mindegy szemig egyétek meg, amit neveztek meg, azt égessétek el, hogy ne rothadjon el a húsa, mert előképe lesz az Isten bárányának, akinek szintén nem volt szabad széttörni a csontjait, és az ő szentje rothadást nem látott az Arimátia József sírjában, amikor betették, akkor is
mindenféle drága kenetekkel, burkolt lepedőbe tették, és az asszonyok reggel már siettek volna, hogy tovább is balzsamozzák, nehogy megrothadjon, ne induljon rothadásnak ez a test, mert Istennek szüksége volt a világtörténelemben egyetlen testre, az ő fiának, Jézus Krisztusnak a testére, az ember fiának a testére, azért, hogy amikor te feltámadsz, akkor a te lelked legyen, kaphasson egy új testet, amivel Isten újra összealkotja az ember. Mert a test az nem ember, a lélek sem ember, csak a test meg a lélek együtt az az ember, akit Isten kitalált valamikor. Amikor vette a Földnek a porát és bele lehelte az életnek a leheletét. Nos, Isten ezt a csodát alkotta újra össze, mert hallgassátok, hogy mondja az ige. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, ahhoz a testhez, amivel előjött a sírból, testvéreim. Istennek szüksége volt egy testre a történelemben, amelyik földi eredetű, folytonossága a mindenkori emberi testnek, ezért született meg az Ádám vonalán Máriától, hogy tökéletes ember legyen, az emberfia legyen, az igazi emberfia legyen. És testvéreim, ott az Arimátia József sírjában, amikor nem tudjuk, hogy mi történt, Isten ezt a földi testet csodálatos képpen átformálta. Amikor visszajött a halálból, ő nem úgy jött vissza, mint Lázár, akit Jézus támasztott fel. Lázár a régi testébe jött vissza, meg a Jairus lánya is, meg a Naini özvegynek a fia is, akiket Jézus feltámasztott, azok a régi testükbe jöttek vissza, és újra meg kellett halljanak, amikor eljött az ideje. Jézus Krisztus egy olyan formában, egy olyan testtel jött elő, amilyen addig soha nem volt ebben a kozmoszban. Egy tökéletesen új testtel jött elő, amilyenre benneteket is formál Isten. Jézus nélkül senki nem kaphatna új testet. Jézus nélkül senkit nem vihetne be Isten az ő országába. Így tudja újra összealkotni a testet a lélekkel, hogy legyen neked tested, hogy az üdvösséget nyert lelked újra egyesülhessen egy testtel, a Jézus Krisztus föltámadott testére formál testtel, hogy újból ember lehess és emberi formában ott legyél az Isten országában. Jézus is meg fogja őrizni az ő testének körvonalait, az ő testét magát, az ő testének a minden porcikáját, tulajdonságait, azokat, ahogy feltámadt a sírból, úgy fog visszajönni. Emlékezzetek a mennybe menetel napjára. Ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni, mondták az angyalok. Tehát te, amikor bemész az Isten országába, te úgy fogsz Jézus Krisztussal találkozni, mint egy férfival. Azt mondja Pál apostol az Areopágoszon, a görögöknek. Isten rendelt egy napot, amikor megítéli ezt a világot, egy férfi által. Mert Jézus többet soha nem fogja elveszíteni az ő földi testét, azt, amit Isten újra alkotott neki ott a sziklasírboltban. Ez az egyik csoda. Menjünk tovább. Vajon hogyan lehet az Isten bölcsessége a kereszt, arra nézve, hogy Isten megmutassa az ő igazságosságát? Beszéltem olyanokkal, akik azt mondták, hogy többek között ez a technikai zseni, aki a csillagvizsgálót is csinálta. Azért hangoztatom mindig, hogy zseni testvérem, hogy ne essetek nagyon hasonlót, hogyha valaki túl okos ezen a világon, mert nem megy az okosságával semmire, hanem Isten szerint kezd el gondolkodni. Azt mondta ez a valaki, hogy hiszed, hogy van Isten? Hogy ne hinné? Bárkinek, aki kristálytiszta logikával gondolkodik, be lehet bizonyítani, hogy van Isten. Csak időt kell rá szállni, és kezdjen meggondolkodni. Azt mondja, hát akkor, ha van Isten, az Isten azt mondtátok, hogy jóságos. Igen, mondom, jóságos. Meg mindenható, Hát akkor hogy tűri ezt a sok szenvedést a világ? Akkor hogy tűri el a világháború? Hogy tűri el például ezt a szökőárt, ami volt az Indiai-óceán? Akkor hogy tűri el, hogy emberek annyit szenvedjenek, ez a sok mérhetetlen sok szenvedés? Állj, mi az, hogy mérhetetlen, mi az, hogy sok? Éreztette valamikor, hogy nekem fáj a fogam? Ugye, hogy nem? Már is éreztem, mikor neked fájt a lábad. Mindenki a saját szenvedését érzi. Hát én nem érzem, mit adott el össze nekem ezt a rengeteg szenvedést? Az a 6 millió zsidó, aki elégett a gettóban, vagy az a majdnem 130 ezer ember, aki meghalt a hiroshimai bomba után,
Vagy az a rengeteg halott, vagy az a rengeteg szenvedő, azok nem érezték egyik a másiknak a szenvedését. Mindenki a saját porcióját kellett, hogy elvigye. Lebontva egyénekre. Ezt nem tudjuk összemosni az egészet, csak a sátáni elme akarja összemosni az egészet. Itt mindenki a saját porcióját kellett, hogy viselje. Azt kellett, hogy elvigye. De vigyázz, mert a zsidókhoz írt levélben van egy vers. Ugyanis az Isten beszédéről van szó. Én azt szeretném, testvéreim, hogyha ezen az estén is az Isten beszédének a tekintélye hatalmasra növekedne a szemetekben. Hallgassátok meg, mit mond Isten, azt mondja a zsidókhoz írt levélben. Mert az volt méltó Istenhez. Aki él, van a mindenség. És aki által van a mindenség, hogy ő, Jézus Krisztus, aki nagyon sok fiát vezet a dicsőségre, a szenvedések által tegye tökéletessé. Vagyis, amikor majd megérkezel te meg én, akikben bennünk van a gonoszságra való hajlandóság, azért mondom mindig vírusnak, mert a mostani kornak a szülők azok értik, hogy miről van szó. A vírus az egy átkozott dolog, az bemegy a programba és tönkreteszi. Na egy ilyen gonosz vírus van az agyunkban, ezért tudunk atombombát is csinálni, meg komputert is csinálni. Ezért tudunk gyógyítani, meg ezért tudunk pusztítani. Mert bennünk van egy gyilkos kór. Egy alkalommal egy sérült gyerekkel beszélgettem, szellemileg sérült gyerek. Azért érdekes velük beszélgetni, mert nincs bennük gát. Ki mondja azt, amit gondol? Ha egy értelmes emberrel beszélgetel, aki mondjuk elfogadott a normális, abban mindig van egy fék. Ezt még mondhatom, ezt már nem mondhatom. Vagy részekkel legyen, vagy dühös, hogy kimondja az igazat. De az értelmileg sérült, az kimondja. Egy alkalommal hallom, hogy üvöltenek a folyosok. Sérülő gyerekeket is tanítottunk egészen tavaly. Kiszaladok hozzá, tudtam kiről van szó, megismertem a hangját, és behívtam hozzám az osztályból. Nekint üvölts a folyosóba, gyere ide, azt itt üvöltetve, hogy akarsz. Mi a baj? Hogy így tanárok, meg a diákok, meg mindenféle? Mondom neki, mondtam az osztályban, 11. osztályban. Mondom, most figyeljétek meg, hogy mit fog ez a gyerek mondani. Nem tudtam, hogy mit fog mondani, de ismerem a vírust, ami benne van. Meg ami benne van, meg ami bennetek van. Mondom neki, most mit csinálnál, ha lenne egy géppuskát? Ami mindenki körülné. Mondom neki, tanárokat, azokat is, elsőnek. És utána a diák. Hát utána, az egész kágyá. És mondom, amikor befejezted kágyával, akkor mit csinálnál? Na így folytattuk egész addig, míg a világon mindenki nagyon létre. Utána mit csinálnál? Már nincs tör. Utána nagyon lőnném magad. Hallgassátok csak meg, mit beszél ez a gyerek? Na ez kimutatta a fog a fehérjét. Amikor meg akarták ölni Jézust, a zsidók azt mondta nekik Jézus, ti azt mondjátok, hogy az ábrahámi vadéka vagytok, azt mondjátok, hogy Ábrahám az atyátok, majd megmondom én nektek, ki az atyátok. A sátán az a ti atyátok, ti az ördög atyától valók vagytok, azért akartok engem elpusztítani. Hát mit védettem én nektek? Csak bennetek van az ember pusztító vírus, ti az ördög atyától valók vagytok, aki ember gyilkos, meg ember pusztító volt kezdettől fogva. Ezért akartok engem elpusztítani. Ez a gyerek nyugodtan kimondta, ami benne volt. Ez nem tudta elleplezni a vírusnak a tulajdonságait, ami benne van, a gonoszra való hajlandóságot. Ez megmondta őszintén úgy, ahogy gondolta. És akkor kitombolta magát, utána szépen lecsillogott. Testvéreim, mit gondoltok, amikor ezzel a nyomorult, gonoszra való hajlandósággal felszerelt ember odaáll az Isten trónja elé? Az ítéletre, mikor Isten számon kéri tőle, hogy mit csináltál azzal a lélekkel, amit beléd leheltem. Hogyan használtad ezen a világon? Hallottad az én beszédemet annak dacára? Te mit csináltál? Kire hallgattál? Akkor az ember megmondhatná, könnyű volt itt neked ide fent. Neked nem fájt a fogad? Téged nem rúgtak ki az állásodból? Neked nem halt meg a gyermeked, meg a férjed, meg a feleséged. Te nem mentél a gyászon, meg micsodán keresztül. Na látjátok, testvéreim, miért engedte meg Isten a keresztet az ő bölcsessége által. Most mondtam az előbb, mondom még egyszer, csak most már még közelebb kerülünk az igazsághoz. Mert úgy volt méltó az igazságos Isten. Aki által van a mindenség, hogy őt, a Jézus Krisztust, aki nagyon sokakat vezet az üdvösségre, a szenvedések által tegye tökéletessé, vagyis ráengedje azt a fajta szenvedést porcióként, amit egy embernek el kell viselni ezen a világon. Ezért találta meg Mel Gibson az igazi lényegét a passió történetnek.
Mert ami szenvedés létezett, Isten megengedett a fiának az életében, hogy senki, hogy az emberfia a szenvedések által bizonyuljon hűségesnek az atyához. Mikor már mindenki elhagyja, Isten is elhagyja, akkor is Istenbe kapaszkodik, és azt mondja, hogy én Istenem, én Istenem. Nem azt mondja, hogy Isten, Isten, miért hagytál engem, hanem még akkor is belé kapaszkodik, én Istenem, miért hagytál el engem. És akkor sem védkezik, hanem félrehajtja a fejét, nem sokás azt mondja, hogy elvégeztetett. Mert úgy volt méltó Istenhez. Az volt az igazságos Istentől, hogy mutassa meg a kereszten, hogy létezik az emberfia, aki nem lázott fel ellen. És mivel az emberfia az egykori, az egyetlen, nem lázott fel Isten ellen, ezért bárki emberfia bemehet Jézus Krisztus által az Isten országra. Menjünk a következő pontra. A bűn természetének a megmutatására. Hogyan használta fel Isten csodálatos módon a keresztet? Azért, hogy senki nem mondja bolondságnak a keresztet. Testvéreim, amikor a Judás levelében, Judás Jézus Krisztusnak a testvére volt, Máriának Jézus után született egyik gyermeke, Judás apostol a levelében a 6. részben azt mondja, mert Isten nem kedvezett az angyaloknak sem, hanem mivel elhagyták a számukra kijelölt helyet, ezért örökkévaló bilincsekben, sötétségben tartja őket fogva a nagy napnak az ítéletére. Vagyis, ha mostani nyelvre fordítanám le, azt kéne mondjam, hogy mivel a sátán annak idején elhagyta a számára kijelölt helyet, Isten letartóztatta, vizsgálati fogságban tartja az ítéletre. De még nem mondatott ki az ítélet ellene, ugyanis az nem volt elég, hogy elhagyta a számára kijelölt helyet. Többet kellett megmutasson. És figyeljétek meg, hogy Isten hogy látja előre, hogy hogyan fogja, ez a kozmikum, ami itt van körülöttünk, ez az egész kozmosz testvére, nem csak belőlünk áll. Itt van még egy csomó értelmes lény. Ott vannak a hűséges angyalok, ott vannak a bukott angyalok, Istennek más lényei, akik szinte úgy nézik, fókuszban tartották a Földet, miközben Jézus itt járt ezen a világon. Figyelték, hogy vajon mit fog Isten kihozni ebből az egészből. Na nézzétek meg, mit hozott ki ebben a bűnnek a természet, a bűn természeteinek a bemutatásából. Ott még csak annyit vétkezett a sátán, hogy elhagyta a számára kijelölt helyet. Mikor kezdtek gyülekezni az emberek a nagy hét eseményeire, és már fenn voltak Jeruzsálemben, és találgatták, hogy vajon Jézus feljön, aztán jött a világvasárnap, stb. Nagy csütörtök, nagy péntek, így sorban. Közben testvéreim, jött néhány görög, János Evangélium a 12. rész, aki majd meg akarja keresni, jött néhány görög, és azt mondták, hogy szeretnénk látni Jézust, mondják Fülöpnek. Ő meg azt mondja, elment gyorsan Jézushoz, megkeresték, hogy itt van néhány görög, aki szeretnének téged látni, és Jézus elkezd beszélni, és azt mondja, hogy atyám, dicsőíts meg a te nevét. Többek között. Egyszer csak hang hallatszik az égből. Megdicsőítettem és újra megdicsőítem. Egyesek azt mondták, hogy menj dörgőd. Mások meg azt mondták, nem, biztos az atya beszélt vele. Jézus meg azt mondja nekik, nem én értem ma ez a hang, hanem ti érettetek. Ugyanis néhány nap múlva, most fog beigazolódni. Most mondatik ki az ítélet a sátán felett, keresétek meg, hogy így írja a Biblia. Most mondatik ki az ítélet, most fogja meglátni az egész kozmosz, hogy mire képes a sátán. Nem csak arra, hogy elhagyja a számára kijelölt helyet, hanem Isten gyilkossá válik a sátán, mert Jézus Isten maga. És azok a nyomorultak, akik Jézust elpusztították, a sátán sugallatára tették ezt az egészet. Elpusztították az Isten fiát. Tehát amikor Isten pokorra fogja küldeni az utolsó ítéletkor, le van tartóztatva, vizsgálati fogságban tartja a sátánt, kimondatott az ítélet, mert most már megvan, hogy mivel ítéli el Isten, az Isten gyilkos, nyomorult sátán, és amikor visszajön, akkor pedig végrehajtja az ítéletet. Ez még hátra van. Ezt meg fogjátok látni ti is, testvéreink. Remélem, hogy az üdvözültek oldaláról fogjátok végignézni, nem pedig a másik oldalról. Ezért könyörögjetek, ezért imádkozzatok, hogy ott legyetek abban a csapatban, amely üdvözülteként fogja látni azt, amikor Isten végül kimondta az ítéletet, amikor végrehagyja az ítéletet, ami megrontankon, aki az egész világot fölkereséget elhintette. A következő, a bölcsessége Istennek a keresztbe. A bűnnel való leszámolás. Egyszer is mindenkor. Figyeljétek meg, testvéreim, Isten megteremtett egy paradicsomot, ahova bejárása volt a sátának. Ez is az Isten igazságosága volt. Tudjuk a Jobb könyvéből. Ez is az Isten igazságosága volt, mert a sátán kéri a Jobb.
A verseny, hogy ne szeretnének téged, meg hogy ne tisztelnének, mikor nem is tudnak már. De engedd meg, hogy kerüljenek velem kapcsolatba. Engedd meg, hogy én is sugdossak a fülükbe, ne csak te mondjad nekik, hogy ne egyenek a fáról. Hadd beszéljek velek én is, azt lássuk, akkor még hűségesek lesznek, és Isten kiszolgáltatja az ember, mert így igazságos. Mert ha szabad akarattal teremtett meg benneteket, meg bennünket, így igazságos, hogy szolgáltasson ki bennünket a gonosznak, mert Isten tudta, el fog bukni az ember, de sokan lesznek, akik a bukásból Istenhez kiáltanak szabadulásért, és Isten beviszi őket egy olyan paradicsomba, ahova nem lesz bejárása az ördögnek. De itt már nem appellálhat, mert ezt a paradicsomot én választom magamnak, meg te választod magad. És egy olyan paradicsomot választok, ahol már nincs ott az ördög, ahova neki nincs bejárása, ahol már nem lehet végkezni, ahol tisztaság van. Na ezért kell Isten megtisztítson bennünket, hogy bemehessünk ebbe az országba. Na de lássuk, hogyan számol le Isten a bűnnel. Egy másik csodálatos bölcsessége, ami benne van a keresztben. A megáldozott bárányban. Amikor Ábrahám fölviszi a fiát a Móriára, hogy megáldozza, nem kell a fiát bántsa, mert Isten oda rendelt egy bárányt. Ami a szarvánál fogva beleakadt a kerítésbe, a bokorba. És azt áldozta meg. Egy bárány, egy emberé. Amikor az utolsó éjszakán Egyiptomból kiszabadult Izrael népe, akkor egy bárányt le kellett vágni, és a bárány vérével bekenni az ajtó félfát és a szemöldöklát, és oda nem ment be az öldöklő angyal. Egy bárány, egy családé. A Sinai hegyen Isten kiadta a törvényt, hogy egy évben egyszer a főpap egy báránynak a vérével bemegy a szentek szentjébe, ahova nem volt szabad bemenni, csak egyetlen egyszer ezen az alkalmon, és meghinti a szövetség ládájának a tetejét, a kegyelem királyi székét, meghinti testvéreim egy báránynak a vérével, és egy bárány egy népért alapon Isten megbocsált a nép bűnéért. Végül bemerítő János, Johannes Hobaptistész, görögül, amikor látja, hogy közeledik hozzá Jézus, hogy bemerítkezzen a Jordánba, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Egy bárány egy emberért, egy bárány egy családért, egy bárány egy népért, egy bárány egy világért. A világ bűnét veszi el az, akit felfeszítettek a keresztetestvéreim. Látjátok, hogy hányféle bölcsessége koncentrálódik Istennek. Egyetlen keresztben is van más bölcsesség is, amiről nem. Nincs keret rá, hogy beszélgessünk ezen az estén, mert az én agyamat meg se járja. Olyan is van, amit majd csak oda fogunk megtudni. Végül testvérek, vizsgáljuk meg, hogy vajon hogyan mutat rá Isten szeretetére a kereszt ebben a világban és a következőben. Hát testvérek, a kereszt az egyszerre mutatja azt, hogy mit csinál az ember az Istennel, keresztre feszítette. És mit szenvedett el az Isten az emberért? Az idő és az örökkévalóságnak a metszéspontjában egyszer és mindenkorra mutatja, hogy hogy szerette Isten ezt a világot. Hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne veszze, hanem örök életet legyen. Annyira szerette Isten a világot, az embert, a saját képére teremtett embertestvéreim, hogy ide adta az egyetlen fiát, annyira szerette, megengedte, hogy ő legyen az a bárány, aki elveszi a világ bűnét. Addig még nincs végig. Egészen biztos testvéreim, hogy vannak rajtatok sebb helyek. Én rajtam is van. Egy jó nagy hasítás a hátam. A húgom csinálta rá, amikor kicsik voltunk. Ti rajtatok is van. Balta meg, mit tudod, hogy micsoda. Amikor újra formál benneteket Isten az ő országa számára, amikor megkapjátok azt a gyönyörűséges testet, ami hasonlít a Jézus Krisztus feltámadott testére, akkor nem lesz rajtatok semmi, ami emlékeztetne erre az életre. És ennek az életnek a kríziseire, vagy ennek az életnek a sérüléseire. Semmi nem lesz. Az egyetlen lény az Isten országában, aki örökre hordozni fogja a sebeket, az Jézus Krisztus. Amikor föltámadott, megmutatta az ő sebeit, azok soha nem fognak eltűnni róla. Ezek lesznek az ő rangjai. Ezek lesznek azok a jelek, amikre ha ránézel, akkor tudod, mit jelent az Isten ellen való lázadás. És azt is látni fogod, hogy Isten eltüntette a lázadásunknak minden nyomát rólunk, de nem a fiáról.
Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 5. rész 6. vers. János a Pátmos szigetén, amikor belelát a mennyei jelenésekbe, belelát a mennybe, Isten kivág neki egy kis ajtót és mutat neki valamit, aztán megint más, várakoznak a képek. Amikor először meglátja a bárányt, azt mondja, és láttam a vének között állni egy bárányt, mint egy megölöttet. Az örökké, miért? Mert rajta voltak a jegyek, az ő halálának a jegyei. Az örökké valóságon át Jézus Krisztus hordani fogja, testvéreim, azokat a jegyeket, amiket a te bűnödért, meg az enyémért kapott ezen a világon. Azért, mert az ő szeretete, az Isten hozzá férhetetlen, elképzelhetetlen, megmagyarázhatatlan szeretete cselekedte ezt a hatalmas dolgot. Na most mondjátok meg, hogy miben hisz a hindu? Vagy a mohamedán? Vagy a tűzvarázsban? Hogy akarnak bemenni az Isten országába Jézus Krisztus nélkül? Egyszerűen lehetetlen. De hogy micsoda felelősség van ti rajtatok, meg én rajtam, akik ebben a korban élünk, amikor érthetjük az Isten igéjét, amikor hallgatjuk az Isten beszédét. Testvéreim, könyörögjünk azért, hogy az Isten lelke dolgozzon hatalmasan bennünk. Hogy a keresztről való beszéd, az bölcsesség legyen a számunkra, ne pedig bolondság. Mert miközben hallgatom a keresztről való bölcsességet, miközben hallgatom a keresztről való beszédet, az Isten igéjét, az Isten beszédét, ez a beszéd kiválaszt engem. Mert az szerint, hogy bölcsességnek tartom, vagy bolondságnak, egyszer és mindenkorra elküld, vagy ide vagy oda. Az ige hirdetés elején azzal kezdtem, testvéreim, hogy többféle felekezet van, de gyülekezet csak egy. Ugyanis mindenféle felekezetből lesznek Istennek áldott gyermekei, akik bemennek az ő országába. Nem attól függ, hogy négy felekezethez tartoztál. Nem attól függ, hogy így vagy úgy vetted az úrvacsorát. Nem attól függ, hogy ilyen vagy olyan vélekedésed volt nem fontos dolgokról. A te üdvösséged egyedül, egyetlen valakitől függ. A kereszten meghalt és dicsőségesen feltámadott Jézus Krisztusról. Ha te oda tudsz állni hozzá, és azt mondod, hogy Uram, értem, hogy van ez a beszéd, tedd világosan a számomra, hogy soha el ne felejtsem, és amikor eljössz, vigyél be engem is a te országodba, ott leszel. Csak holnaptól kezdve meg kell látszani az életed, amit ezt komolyan gondoltam. Mert hiába vagy baptista, hiába vagy református, hiába vagy katolikus, hiába vagyok akármilyen felekezetű testvéreim. Ha az életem, a szomszédaim, a feleségem, a gyermekeim, a közösségnek a tagjai azt látják, hogy káromkodom, hazudok, csalok, lopok, paráználkodok, stb. Hogy akarok bemenni az Isten országába? Hát egyszerűen nem a számmal mondom, hogy a keresztről való beszéd az bolondság, hanem az életemmel bizonyítom, hogy ez nekem az egész bolondság. Mert ha komolyan veszem, akkor meg kell látszódjon az életemen, az életvitelemen. Erre hív bennünket Jézus, amikor tanít, azt mondja, hogy térjetek meg, változzon meg a gondolkodásotok. Mert ha megváltozik a gondolkodásotok, akkor megváltozik az életviteletek is. A gondolkodásból származó életviteletek is. Testvéreim, a mindenható Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az a gyülekezet, ami láthatatlan, annak a határai, hadd fogják be mindazokat, akik most itt jelen vannak. És hadd gyújtson tüzet a szívetekben úgy, hogy perzselje meg azokat, akik abban a helységben laknak, ahol ti laktok. Hogy terjedjen az Istennek az igazságos országa azokra is, akik körülöttetek vannak, mert látják, hogy ti nem csak beszéltek, ti hisztek abban, hogy a keresztről való beszéd az bölcsesség, nem bolondság, eszerint a világnak a gondolkodása szerint. És testvéreim, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, mert visszajön, reméljük, hogy hamar, akkor egyedül azt fogja számon kérni. Hittünk-e az ő beszédének, és megcselekedtük-e a mi életünkben? Mert azt mondta az ő beszéde után. Itt a keresztül való beszédről beszélünk, most az Isten beszédéről beszélünk. Valaki hallja tőlem ezeket a beszédeket és megcselekszik, hasonlítom azt az okos emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. Mert jönnek a problémák az életedben, mint ahogy a Jézus Krisztus életében is jöttek a problémák, de te Istenbe kapaszkodol az utolsó leheletedig, ahogy Jézus Krisztus is bemutatta, hogy minden látszat dacára Isten kezébe kell kapaszkodni. Mert Isten alányult a mennyből az ő fiában, Jézus Krisztusban, és ha te ebbe a kézbe kapaszkodol, mindenféle látszat ellenére, és a világnak mindenféle bölcsessége ellenére, akkor megtartatod.